Elindította a kormány a legújabb nemzeti konzultációt, amely a szuverenitásunk védelméről címet viseli. Orbán Viktornak nem igaza van, hanem, ahogy szokták mondani, igaza lesz. És igaza lett most is, amikor 2015-ben azt mondta, hogy kerítést kell építeni, és Magyarországon nem szabad migráns gettókat, és idegen kultúrájú népeket számlálatlanul beengedni, akkor Európában mindenki szitta. És most belátták egész Európában, hogy amikor terrorcselekmények, hatalmas tüntetések, a közbiztonság megromlása mutatkozik, akkor nyugat-európaiak azt mondják, hogy Magyarország a békeszigete. És Magyarország a békeszigete nem a lottó nyerte ezt a békességet, hanem ilyen a lakosság, és ahogy mondják, kinek mit intézett a kormánya. Mit intézett Németországba, mit intézett Belgiumba, mit intézett Franciaországba. Ezúttal 11 kérdésen keresztül kéri ki a választópolgárok véleményét a kormány. Ha a szuverenitás forrása ma Magyarországon a nemzet tagjai, tehát önök is és a többi közel 10 millió ember, akkor azt el kell mondani, hogy nem volt ez mindig így. Nem is olyan régen még máshogy volt, mert a Szovjetunió megmondta a magyar pártállamnak, hogy mit kell csinálni, azok pedig lebontották ugye a végrehajtandó feladatot a legkisebb település szintjeire. Megkapta a megyei pártitkár, továbbadta a megyei tanácselnöknek, helyi pártitkár, helyi tanácselnök, és így ment ugye le a döntés, mondjuk arról, hogy a következő 5 éves tervhez mennyit kell dolgozni, és milyen lesz hozzá képest a fizetés. Annak érdekében, hogy a nemzeti konzultációt minél többen töltsék ki, az ország több településére is országjárás szervez a kormány. Karcagon Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára buzdított a konzultáció kitöltésére. Mi az egyik legjobb helyzetben vagyunk, hogy az utóbbi 500 év történelmét nézzük, mert a lehető legnagyobb szabadságban vagyunk, mi magyarok a korábbi évekhez képest, úgyhogy nekünk megvédeni kell csak a szabadságunkat, nem úgy, mint a 48-asoknak vagy az 56-osoknak, hogy kivívniuk kellett, és még ha ők el is buktak, azért nemzedékekkel később visszaszereztük azt, amiért, megszereztük azt, amiért ők küzdöttek. Tehát mindenkinek meg kell tenni a szuverenitásért azt, amit lehet. Ezért fontos, hogy a következő nemzeti konzultációnak is, vagy a most folyó nemzeti konzultációnak is ez a témája. Az előző 12-ben is az emberek már véleményt nyilváníthattak, úgy alakult az alaptörvényünk, hogy az emberek arról döntést mondtak, amit támogattak, bekerült, amit nem támogattak, nem került be. Megvédtük közösen a rezsicsökkentést, a bevándorlásról, a kvótákról is volt nemzeti konzultáció. Majd még erre visszatérek később dél kapcsán, hogy mi ugye a kvóták ellen gyűjtöttünk, a Lerás Gyurcsány Ferenc meg 2015-ben a kvóták mellett gyűjtött aleresokat. Ez volt a különbség, úgyhogy ezért fontos, hogy ebben a nemzeti konzultációban is minél többen részt vegyenek, mert azok a kérdések, amelyek ebben vannak, azok most napirenden szereplő, a szuverenitásunkat érintő kérdések. A konzultációs kérdőíveket, ahogy az eddigieket is, postán küldik ki. Meg kell védeni azokat az eredményeket, amelyek minden településen lakók érdekében szükségesek. Meg kell védeni azt a szabadságot, amelyet kivívtunk. Nem akarunk migránsokat, nem akarunk befogadni egyetlen településre sem migránst. A lakosság érdekében meg kell védenünk valóban a rezsicsökkentést, meg kell védenünk a kamatstoppot, az extra profitadót, és azt gondolom, hogy biztonságban kell tudni településünket, biztonságban kell tudni a településen élőket. Ahhoz pedig az kell, hogy a közös dolgainkat rendezzük, hogy egy olyan felhatalmazást adjunk Magyarország kormányának a nemzeti konzultációs hív kitöltésével, visszaküldésével, amely feljogosítja arra őket, hogy ki tudjanak állni a magyarok érdekében, mert ahogy megfogalmazták képviselő úrék, Magyarország a magyaroké, a miénké, és ezeket a kivívott eredményeket meg kell őrizni. A nemzeti konzultációs kérdőívek visszaküldési határideje január 10-e.